Sziasztok, én Kőházi Csaba, ingatlan befektető vagyok. Ennek a videónak a címe: most add el az ingatlanod. Én írtam az ingatlanos álmok könyveket, enyém az ingatlanos álmok klub, ahova most szeptember 20-ig tudsz jelentkezni, itt alattam. Kattints, iratkozz fel és legyél klubtag. Az a tudás, amit tőlem kapsz, az gyakorlati tudás. Jó? Nyilván elmélet is van, viszont gyakorlat is, és ugye főleg azért, mert én gyakorlatban is csinálom. Én azt ajánlottam az idén már mindenkinek, hogy adja el az ingatlanát, tehát ha valaki ki akar szállni az ingatlanából, akkor azt most az idén tegye meg. Én ezt elmondtam többször, nézd vissza a videóimat. Én is ezt tettem, tehát én 4 ingatlanomat adtam most el. Majd elmeséltem nagyjából, mit fogok kezdeni a pénzzel. Viszont ami a lényeg, hogy amíg évelején, most a klubtagjaim után mondom, ők ugye adják, veszik az ingatlanokat sokszor, ugye összeálltak többen, és akkor közösen vettek ingatlant, felújították egy-másfél hónap alatt, és akkor tulajdonképpen 2 hét alatt el is kellett nekik, tehát még egy hónapon belül el kellett mindegyiknek az ingatlana. Tehát nagyon szépen és okosan csinálták, erről tartottam már előadást, majd esetleg nézd meg, ha tudod. Viszont én azt mondom neked, hogy ez a 2 hetes, 1 hónapos évelei ingatlan rally, ez most már véget érni látszik. Most ugye az augusztusi holdpont után egy picit kimozdult, tehát szeptemberben megmozdult ez az ingatlan piac. Viszont azért tudni kell, hogy átlagban most már körülbelül olyan 3 hónap, picit 3 hónap plusznál tartunk az ingatlan értékesítési időben átlagban. Nyilván vannak szegmensek, amik egy picit jobban mennek, de ez a 3 hónap, ha belegondolsz, körülbelül a 2 hétről, és ugyanolyan jó minőségű ingatlanokról beszélek, jó? Tehát, hogy ott is voltak nagyon jó színvonalas minőségű ingatlanok, amit a klubtagjaim árultak, és létrehoztak, és megvalósították úgymond az álmaikat. És most is ugyanolyan jó minőségű ingatlanokról van szó, oké? Okay? Tehát, hogy ugyanaz a paraméter, tehát az almát az almához hasonlítom, és nem 2 külön dolgot csinálok. És én mondtam ugye évelején is, hogy az idén még most add el, ez az eladási idő most már ugye egyre több az eladó ingatlan, ha valaki figyeli, ezt mi a klubba figyeljük, akkor azt tudja. Tehát én úgy gondolom, hogy ha még akarsz valamit az ingatlanoddal, inkább most add el, mert jövőre én szerintem már lesznek szegmensek, ahol elég jelentős lesz a csökkenés is, nem mindegyik természetesen, de lesz olyan. Hozzáteszem, az hozzátartozik az igazsághoz, hogy a budapesti ingatlanok ugye korábban kezdenek el rallizni fölfelé, viszont később hagyják abba. Tehát ott azért egy picit az a piac azért stabilabb, mint mondjuk akár egy Győr, egy Veszprém, Fehérvár, vagy bármelyik, jó? Tehát azért gondolom azt, hogyha ki akarsz lépni, akkor most lépjél ki, mert később abban biztos vagyok, hogy sokkal nehezebb lesz kilépni az ingatlanodból, tovább fog tartani, és lehet, hogy most megálmodod azt, hogyha 35 ér eladom a panelemet, de könnyen lehet, hogy most vársz egy fél évet, mert hogy majd akkor, mert ráér, akkor bizony ez a 35, ez már lehet, hogy már csak 30, vagy még az alatt fogod értékesíteni, mert ugye, ha elég sok ingatlan lesz a piacon, akkor tudod, hogy az emberek, mi hogy kezdők és átlag emberekről van szó, ők az árral fognak versenyezni. Tehát magyarul ott kezdik el majd lefelé vinni az árakat, hú, nem tudom eladni, de én el akarom adni, nekem nagyon kell a pénz, nem tudom fizetni a rezsit, stb. Meg nem tudok tankolni a kocsiba, tehát teljesen mindegy milyen indokkal, de lényeg az, hogy ott elkezdenek az árral versenyezni, mert ott már leesik nekik, hogy hát ezt a 35-öt én már nem kapom meg ezért a panelért, főleg az, hogy sokszor egy szutykot árulnak ennyiért, maradjunk ennyibe, tehát hogy még csak az sincs, hogy költözhető lenne, hanem tényleg erősen felújítandó, jó? Ez azt jelenti, hogy ha nem panelről lenne, szóval el kéne bontani, oké? Okay? Tehát, hogy most add el, még szerintem van időd, egy picit nekirugaszkodsz, és egy reális árat szabj most már eleve. Most már nem fog az működni, hogy túlárazod az ingatlant, és akkor teljesen irreális áron akarod eladni. Úgyhogy egy reális árat szabjál meg neki, és akkor most még el tudod adni az ingatlanodat. Úgyhogy ilyen és más hasonló gyakorlati tudást kapsz tőlem az Ingatlanos Álmok Klubba. Szeptember 20-ig tudsz jelentkezni, hogy kattints, jelentkezz. Amennyiben jelentkezel, azonnal behívlak az Ingatlanos Álmok Klubba, tehát kicsit hosszabb lesz ez a klub tagsági időd, mert ugye ez minden eltelt nappal előbb, ahogy jelentkezel, az neked mind-mind ajándék, mert egy csomó dolgot kapni fogsz, úgyhogy kattints. Szia!